Szutyog Sári születésnap. Szutyog Sári szép tiszta volt. Koszmók is nagyon tiszta volt. Óvatosan lépegettek a parkon át. Vendégségbe mentek Teri nénihez. Útközben Szutyog Sári virágot szedett, Koszmók is kapott egy koszorút a nyakába. Vigyázz, nehogy összepiszkold magad, Koszmók! Figyelmeztette Szutyog Sári. Teri néni születésnapjára megyünk, Teri néni pedig nem szereti a szutykos kislányokat, és a piszkos kutyákat sem. Viszünk neki egy nagy csokor virágot. Nézd csak, kijön ott a biciklin, a cukrász fiú. Egy tortával, biztos Teri néninek viszi. A cukrász fiú nagyon gyorsan hajtott. Megpróbálta kikerülni Sáriékat, elrántotta a kormányt, és locs! Fejjel a vízbe esett. Gyorsan meg kell mentenünk! Szutyog Sári és Koszmók a cukrász fiú után ugrott, és kihúzták szegényt a partra. Köszönöm szépen! Pihegett a kis cukrász. Pattanj föl mögém a biciklire! Időközben Teri néni csak várt és várt. Várt a Szutyog Sárit, és várta a tortát. Szutyog Sári érkezett meg először. Csöpögött róla az iszapos víz. Annyira igyekezett befelé, hogy megbotlott és teljes hosszában elvágódott a nagynéni hófehér szőnyegén. Koszmó pedig rögtön összekapott a néni macskájával. Ott állt köztük a cukrász fiú kezében a tortás dobozzal. Micsoda rémisztő látvány! Gondolhatjátok, hogy a torta sem úszta meg szárazon. Na de ki csönget? A polgármester. Szutyog Sári igazán hősiesen viselkedett, jelentette ki, és a kutyája is. Megmentették a cukrász fiú életét. Szutyog Sári kapott egy kitüntetést, Koszmók pedig egy szál finom kolbászt. Teri néni felsóhajtott. Szutykosak vagytok tetőtől talpig, de azért én nagyon büszke vagyok rátok. Éljen!